akiknek van egy sikeres fejlesztő cége, és azért ilyen hokisztikeket szeretnének már látni, mert rájöttek, hogy az nem skálázódik, ha másnak dolgoznak. És a másik fajta ismerősöm, akinek most már csődbe a startup, és próbálnak fejlesztő cége alakulni. És mindenki ezt az átmenetet, meg ezen a színusz hullámon üldögél, kivéve akik sikeresnek lesznek, de az nem érdekes. És ez az átmenet viszonylag nehéz, és mindannyian el szoktuk cseszni ezt, hogy hogy lehet átmenni egyik állapotból a másikba. És én megkérdeztem egy csomó barátomat, hogy mik azok a pozitív patternök, meg azok a negatív patternök, amiket láttak a saját sztoriukba, és ezeket fogom felsorolni, és megpróbálom összefoglalni. Az első történet az a Bárdos Kristófék által fejlesztett Mixgár háttérzene szolgáltató, ami egy ilyen klasszikus, kicsit állatorvosi ló. Elég sok fejlesztési idő ment bele, és aztán a Dina szempontjából egy közepesen sikeres 3000 forintos exitet értek el egy pár év fejlesztés után. Itt nekem az volt az érdekes az egészből, hogy ha nincsen domain tudás az eredeti csapatban, az nem túl jó. Következő sztoriban már én is benne voltam. Ez a Jószaki, ami az elején indult elég nehezen, ez a saját fejlesztői ügynökségünknek egy startupja. És nagyjából sikerült egy idő után dedikált csapatot felállítani, de előtte, amivel nagyon sokat szívtuk, és minden ilyen cég nagyon sokat szív, az az, hogy igazából ilyen maradék időkből próbáltunk terméket fejleszteni, és gyakorlatilag a fizetős projektek elvitték a fókuszt általában a termékről, és akkor mind a kettőt elég szarul csináltuk egy idő után. Úgyhogy következő, most azt AB tesztelem, hogyha mi van, ha teljesen független csapattal dolgozok egy terméken, úgyhogy fogom a fizetésemet, meg az osztalékomat, és elköltöm egy junior csapatnál. Ez egyelőre viszonylag jól működik, csak egy kicsit stresszes az ingadozás a két iroda között, meg a pénzköltés. Ez már egy talán könnyebb történet. Az Ákosék egy nagyon szexi projektet raktak össze, biztos ti is mindenhol láttátok, Google Glass-el pilóták mennek, és látják a levegőből, hogy merre kell fordulni Paks előtt. Itt már rendben volt az, hogy legalább a mögötte lévő ügynökség az stabilan működött, meglévő háttérrel termelte a pénzt, volt egy elszánás az arra, hogy fejlesztenek más termékeket is. Itt nekem, ami nagyon-nagyon érdekes volt, az az, hogy mennyire előre vitte a dolgokat, hogy ez egy szexi termék volt, és talán ez. És az, hogy el tudtak jutni a belső csapattal addig, hogy validálják a terméket, és utána önálló csapatot tudtak szervezni. És a következő az a Viktoréknak a történet, a Scarab Research-el, amit szintén sokan ismerhettek. Ez egy viszonylag speciális setupjuk volt, hogy jól működő ügynökség, emellett volt ott egy zseni programozó, aki előtte talán műholdak szoftvereit fejlesztette, és ő tudott írni egy ajánlórendszert. És ráadásul volt egy olyan ügyfél, akinek ezt jó eséllyel is lehetett adni. Szóval ha valamelyik kötök ehhez hasonló helyzetben, az mindenképp kezdjen el startupozni. Még ebben a sztoriban is nagyon érdekes volt, hogy hány évet szívtak, mire ez egy sikertörténet lett. Szóval nekem az volt az érdekes, hogy még ez is csak akkor működött, hogyha nagyon erős kapcsolat volt az eredeti fejlesztő cégben lévő tulajdonosok között, és elszántak voltak, hogy végigtolják ezt a projektet. És az utolsó egy kicsit már kilóg ebből a sorból, mert igazából ők már több terméken dolgoznak egyszerre. És itt már csak az a kérdés, hogy az egyes csapatok között milyen kapcsolat legyen. Itt nekem azt tetszett, hogy igazából mi az, amit megosztanak, és ez a tudás megosztás, tehát például van ilyen fizetett piálás, ahol meg kell hívni az egyik csapatnak a másikat, és közösen el kell menni piálni és beszélni a problémákról, szerintem ez nagyon jó. És hogy rájöttek arra, amire egy csomó barátom rájött, hogy equity-vel fejlesztőket nem annyira lehet felizgatni, és hogy fejlesztőket nem osztunk meg csapatok között, mert nem lesz jó egyik termék sem. Ezek alapján az értelmetlen átlag az nagyjából az, hogy meglepő módon az ügynökségednek vagy a fejlesztő cégednek rendbe kell ahhoz lenni, hogy jó esélye jó terméket csináljál. Utána nyilván kell domain tudás, nem kérdés, hogy vestinget be kell rakni a setupba. Időt és pénzt kell allokálnod, ezt Ákostól tanultam, tehát ő előre letervezi egy évre mondjuk, hogy melyik projektre mennyi időt és mennyi pénzt fog fordítani, és ebbe a családot is beleérti, hogy néha hazaérjen. És ezután, hogyha van egy ilyen felállás, és mindenki egyetért, hogy ezt érdemes megcsinálni a partnerek között, akkor már el lehet azt dönteni, hogy oké, akkor ezt nem a fizetett órabérünkön fogjuk megvalósítani, hanem rezsi órabéren, és le lehet tolni egy MVP-t, amit ki lehet rakni, validálni. És ezután, a pont után viszont már neki kell állni külön csapatot építeni,
és nyugodtan be lehet húzni EU pénzt annak ellenére, hogy ezt minden ilyen startup eseményen elmondják, hogy ez mennyire gáz, és utána már csak elkötelezettnek kell lenni, mert mindenképp sokkal tovább fogtok szívni, mint amit eredetileg elterveztetek, és hogyha egy ködös novemberi reggelen nincs kedvetek bemenni az irodába, akkor valószínűleg megszívtátok. És ezek után szerintem, hogyha bármelyikőtök ilyen cipőben van, és próbáltok terméket fejleszteni az ügynökségetekben, akkor ígyatok egy sört ezekkel a srácokkal, leginkább azzal, akinek a történetére hasonlati tiétek, hát ha még lebeszélnek róla. Ennyi volt, köszönöm. Kérdések vannak-e? Volt olyan projekt, Igen, egy csomó olyan projekt volt, csak lehet, hogy egy kicsit ilyen doomsday hangulata volt az előadásnak. Tehát már a második és a Jószaki is cash pozitív, tehát szépen lassan kialakult egy saját csapatot, volt egy dedikált része annak, aki tényleg azt a terméket fejlesztett és el tudta vinni egy sikertörténetig. Van egy pár, amit mondjuk ilyen EU-s pénzt tart életben, a Scarab Research az abszolút rajta ül a hockey stick-en, tehát tőlünk kell sor kérni, hogyha gondoljátok. És a TCT-s termékek egy jó része is sikeres. Tehát abszolút van. Egyéb kérdés? Mi az a vesting? Ja, vesting. Hát az az, hogyha valaki az eredeti alapítók közül passzív lesz, akkor elkezdje csökkenni a részesedése, különben ott ülsz egy lakógyűlésen, ahol ilyen vicces ötletek merülnek fel, de nincs közel a valósághoz. És az nem olyan jó egy idő után. Ezek tipikusan úgy kezdődnek, hogy egy ügynökségben indul el a projekt. És akkor egy idő után lesz ebből egy dedikált csapat. Vagy ez, mert az ügynökség ma úgy is tudja, hogy hogy kell embereket felvenni, és akkor egy részüket felveszik a külön projektre, de azt hiszem ezeknek majdnem mindegyike egy-egy ügynökségen belül indult el. Pont ez az izgalmas, hogy hogy szeparálod a kettőt, hogy ne az legyen, hogy akkor az ügynökségi modellt is rosszul csinálod, meg a startupot is. Mi ezt csináltuk egy ideig. Az se túl igazi. A közönséghez van kérdésem, hogyha ezt az EU-s pályázatos témában valakinek van tapasztalata, akkor az beszéletem elmagyarázható. Igen, tehát ha valaki csinált már olyat, hogy az eredeti ügynökségből aztán hogy csinált projektcéget, úgyhogy az eredeti pályázati kiírásoknak megfeleljen, meg ne kelljen nagyon sok adót fizetni, az elmondhatná. Az hasznos lenne nekünk. Egyáltalán nem mindenki azt hiszi, hogy ezek a kreatív ügynökségek, ez csak az üzleti modell, tehát hogy fejlesztő cég. Ügynökségi modell úgy értem, hogy másoknak fejlesztesz. Nem hallottam még rá nagyon jó magyar szót, mondjuk ez a dev shop, vagy fejlesztő cég, vagy hasonló, ezek talán jobban leírják, de szerintem az ügynökségi modell erről szól, hogy másoknak dolgozol, nem magadnak. Igen. Én szoktam az a CSS-es lenni konkrétan. Oké, akkor köszönöm. Ja? Azt akartam, hogy megmondani, jó szintű van egyébként, hogy álltok. Nagyon jól. Ádám azt mondta, aki a második képem, hogy mondjam be, hogy mekkora sikertörténet. Hát a befektetők is vannak itt. Tök jól, szépen növekszik. Hát kicsit így lineárisnak tűnik, de ugye minden hockey sticknek az eleje az ilyen lineáris. Tehát igazából szerintem ott vagyunk, csak még nem látszik a nagyon durva dőlésszög. De növekszik folyamatosan. Tehát már tudtok mondjuk jó vízvezetékszerelőt és jó idegburkolót is ajánlani egyszer? Vízvezetékszerelőt azt hiszem igen, burkolót azt nem. Azt én is kerestem, és tök cége majd a Facebookon kell keresnem, mert valamiért az a szakma nem jó nálunk. És sajnos ez még nem működik. Köszönöm, sör mellett beszélgessünk még erről.